40 évig dohányoztam, hajszál pontosan 40 évig, és nem akartam leszokni. Eszembe sem volt. A neten olvastam a Elenkáról, és meg érdekelt. Szóval nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit tudnak velem kezdeni, aki nem akarok leszokni, eléggé kötöm magam a dolgokhoz, és most itt vagyok. Nagyon izgultam, hogy mi fog velem történni, de nagyon jó volt. Nagyon élvezetes volt, nagyon jó volt, hogy szünetek voltak, mint az iskolában, és ugyanúgy rágyújthattunk, hát alig vártuk ugye, hogy újra és újra rágyújthassunk, egészen az utolsó cigiig. Féltem a reggeli kávétól, féltem a megszokott 40 évemtől, de semmi nem változott, illetve változott. Változott, mert az időérzékemet visszakaptam, amit elvesztettem. Mert én eddig mindig a cigarettához kötöttem. Tehát nekem az volt az órám. Mit tudom én, szünet 200 cigi, akkor mit tudom én, eljutok a busz megállóig az 100 cigi, de most nincs ilyen. Most az van, hogy elindulok is. És rengeteg időm maradt. Más dolgokra. Tehát most ott tartok, hogy mindenhova tudok figyelni. Nagyon meglepte őket, hogy létezik ez. Mert azért én 40 évig szívtam. És ha kellett, ha nem szívtam. Meg szerintem én lettem volna az utolsó, aki úgy magától lemond. Eleve a pénz visszafizetési, ami nagyon-nagyon döntő ugye a mai világban. Különösen semmilyen mellékhatása nincs. Tehát én nem rákcsikáltam, nem egy dekát nem híztam, egy dekát nem változtattam semmin. Ugyanúgy iszom a kávét, ugyanúgy eszem, amit ahogy és úgy, ahogy eddig csináltam. Tehát engem a kíváncsiság hajtott ide. Egyszerű, szimpla kíváncsiság, és ezért nyitva volt az elmém is, és a szívem is. És lehet, hogy ezért tudtam úgy befogadni. Nem görcsöltem. Hát vagy sikerül, vagy nem, mit vesztek?